A természetvédelmi területek fenntartása és megóvása közös nemzeti érdek. Ezt tekintette küldetésének Tuzson János botanikus, akadémikus is. Ő volt az, aki elsők között ismerte fel a nyírség, különösen a bátorligeti növényvilág jellegzetességeit. Tudományos leírásával a bátorligeti ősláp területét Európa hírűvé tette. Témában a vendégem Lent István főiskolai tanár. Jó estét kívánok! Köszöntök! Nem véletlen, hogy most éppen Tuzson Jánosról beszélgetünk. Van ennek egy fontos apropója. Valóban nem véletlen. Nem szeretnénk először is csak egy-egy emlékpontra fókuszálni gondolatainkat. Valóban 145 éve született a Tuzson János 1870-ben. Ott a Küküllő mentén, Szászcsanádon. Egy ma már pici település, ahol a Tuzson család élt, és ahonnan a Tuzson család elindult, és ez az ember egy nagy formátumú magyar tudós, a 19.-20. század forduló pontján tette le névjegyét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, akkor még nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Nagy Magyarországon e területre. Jól tette le. Nagy gondolkodó volt, nem véletlen, hogy a Pázmány Péter Egyetemnek volt a növényrendszertani intézeti igazgatója, és ezzel a felfedezéssel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ma is illik a professzorra, az akadémikusra úgymond emlékezni. Emlékezni kell, mert olyan jegyeket mutatott be e megyének, olyan újtettelen névjegyét is, ha szabad megfogalmazni, amely örök életű lesz talán, azt hiszem, ebbe a tájba. Hogyan tudja ezt az értéket követni, megőrizni az utókor? Ez nagyon nehéz dolog. Olyannyira nehéz dolog, hogy amikor Tuzson János bátorligetet felfedezte, szabad ezt a szót használom, megtekintette, megpillantotta, a Kitai Belpárt megelőzte. Kitai Belpárt Nyírvasvári mellett elment, és nem tért ki bátorligetnek. Így Tuzson Jánosra jutott ez a megtisztelő ugye feladat, hogy leírja. Ő már akkor felhívta a figyelmet, hogy ez egy hatalmas érték. Járta az orosz pusztákat, az orosz pusztákon több évet eltöltött, az ottani növényvilág errefelé történő, úgymond mozgását figyelte, és megállapította, hogy bátorligeten tényleg élnek azok a növényfajok, amelyek az orosz puszták úgymond követei itt a Kárpát-medencében, és ez az ember eme nagyszerű felfedezés után ugye elfordult, mert más típusú munkái is voltak, lásd az arborétumot, amit megtervezett, de Sórezső akadémikus következett. Már Sórezső 1932-ben felhívta a figyelmet, hogy kérem, életveszélyben van a Tuzsonyi féle örökség, a bátorligeti láp. És ez mindig így harmonikusan visszatért, hogy természettájaink bajban vannak. Mintha a mai élethelyzetet látnánk, az történt akkor is, mindig kellettek olyan emberek, Tuzson János akadémikus félék, Sórezső akadémikus félék, Simon Tibor professzor úrék, akik felhívták a figyelmet, hogy ennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, bár mozog a nagy, úgymond földszerzési hajsza, mert kénytelenek vagyunk odafigyelni, és sajnos néha természeti tájértékek is kellemetlen helyzetbe kerülhetnek, pórul járhatnak. Nos, ezek a figyelő emberek, ezek a nagy formátumú emberek mindig tudtak mellette szólni, és azt hiszem, ma is el kellene. Azt gondolom, ebben egy komoly szemléletformálás, vagy ismeretterjesztési munka az, ami szükséges lenne. Képes erre a Tuzson János követők, talán úgy tudom, alapítvány is van, ami az ő nevét viseli, tehát gondolnak erre, hogy ebben felelősségük van? A Tuzson Jánosi gondolatokat meg kell ismerni. Úgy, hogy csak beszélünk róla egy-egy pillanat erejéig, az kevés. Tuzson János már azokat a gondokat, problémákat megfogalmazta 100-110 évvel ezelőtt, amin most úgymond újszerűen próbálunk nemzetközi téren is sikert aratni. Valóban ez egy olyan munka volt, és egy olyan életszemlélet, amelyet ma is tanítani kell. El kell menni, ha nem is Tuzson János nevével fémjelezzük, de van ott egy Sórezső, mint említettem, és még sokan mások, akik ezt már megfogalmazták. Nem csak beszélni, hanem tenni is kéne ezen értékekért, mert ha hisszük, ha nem hisszük,
A szántóvető ember, mert ő is meg akar élni, mindig kanyarint egyet a védendő vagy védett területekből, most ezt képletesen is mondom, tehát ezek a területek nem nagyon nőnek, inkább kopnak, és néha megrázzák azt a vészcsengőt, ami napjainkban is ugye állandó úgymond hangot ad, hogy bajba lehetnek. A tuzsoni tanítást, a sóféle tanítást igenis tankönyvszerűen, talán már az óvodáskortól az általános iskolába, és így tovább tantervbe kellene iktatni, mert a saját életünkről van szó. Vannak erre projektek, amik kifejezetten a természetvédelmet, a növényvilág védelmét célozzák? Sőt, igen komoly projektek. Az Európa Unió lehet jelzőkkel illetni, de eme témakörrel nagyon-nagyon figyel. Hogy most mennyi jut el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetése és a megfelelő, úgymond tudományos háttér munkájának lesz majd úgymond jövőben is záloga, tehát magyarul alapja, hogy tudjunk a témakörben mozogni. Én hiszem azt, hogy például 2 évvel ezelőtt volt egy HURO program Magyarország-Románia együttműködéséből, a Felső-Tisza-vidéknek a kutatása, volt szerencsém részt venni. A teremtő azért a Jobbik szemével kacsint ránk, mert ma megkeresett engem a Vasile Goldis Egyetem Szatmár Németi rektor helyettese, nem csak engem, hanem a főiskolánk megfelelő karát, Sikolya professzor úrékat, és hozta a jó hírt, hogy az Európa Unió igen komoly, úgymond pályázati lehetőséggel kecsegtet, vagy lehetőségekkel kecsegtet. Kérdés, hogyan nyúl-e témakörhöz a Nyíregyházi Főiskola, annak vezetése, hogyan nyúl-e témakörhöz majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, úgymond csúcsvezetősége? Erre majd még visszatérünk. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget.